A csétári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el aló. Kitörted a kezed, kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Zsiko Zsuzsanna, a Zsiko zenekar énekese néhány napja a közösségi oldalán osztott meg egy hasonló autózós éneklős felvételt. A kezdeményezés robbant, azóta gyakorlatilag kívánságműsor zajlik, és Zsuzsi minden nap énekel. Nagyon meglepett, és csak egyik este otthon voltam, most a járvány miatt én is hazautaztam Alsónyékre, és egyik este gondoltam, hogy ha már most beláthatatlan ideig elmaradnak a koncertjeink is, akkor elindítok egy ilyen játékot, hogy az ismerőseim, vagy akinek éppen kedve van, írják meg nyilvános hozzászólásban, vagy privát üzenetben a közösségi oldalamon, hogy milyen dalt szeretnének hallani tőlem. Tehát kvázi egy ilyen kívánság műsor lett ebből a játékból. És nagyon-nagyon-nagyon sokan írtak, nagy örömömre egyébként, és azt gondoltam, hogy tudom, csak 3-4 ember fog részt venni ebben a játékban. És meglepő módon, és nagy örömmel vettem, hogy gyakorlatilag már több százan vannak ebben a játékban velem, és azt hiszem, hogy kellett volna egyfajta korlátot adjak, hogy mondjuk az első 15 kérést fogom teljesíteni, illetve kérést fogom tudni teljesíteni, mert tényleg most már lassacskán több száz dalnál fogunk járni, úgyhogy ezúton is üzenem azoknak, akik fogják nézni ezt a műsort, hogy nagy valószínűséggel nem fogok tudni mindent felvenni, mert hogy rengeteg idő és rengeteg munka, amíg kitalálom, hogy melyik dalt melyik helyszínen vegyem fel. Most egyik nap például nagyon-nagyon örültem, mert az egyik egyébként galgamenti leányzó kérte az A csitári hegyek alatt dallamot. Azt egyébként Szálkán vettem fel a tónál, és gyönyörű volt a táj, mert hogy akkor kezdett el esni a hó, előtte nem sokkal. És na mondom, ha már A csitári hegyek alatt régen leesett a hó, így tavasszal, akkor legyen ott ezt felvéve, úgyhogy valahogy annyira kézenfekvő volt eddig, hogy mit hol vettem fel, és hogy miért azt vettem akkor éppen fel. Van egyre növekvő igény erre. Én úgy veszem észre, ahogy évről évre én is akár a közösségi oldalamat csinálom, vagy hogyha csak a koncertekre gondolok. Egyre, ha csak mondjuk az új évköszöntő koncertünkre gondolok, akkor amikor elindítottuk az elsőt, akkor azon voltak 400-an, és most legutóbb meg 1200-an vagy 1300-an. Mindig szoktam énekelni az autóban, bárhova megyek, illetve rosszul mondtam, csak akkor szoktam énekelni az autóban, hogyha egyedül vagyok. De miért? Azért, mert hogyha másokkal megyek, akkor általában beszélgetni szoktunk. De hogyha kérik, akkor is szoktam énekelni. Te hogy bírod a bezártságot? Rosszul. Nagyon rosszul bírom a bezártságot. Rengeteget dolgozom, rengeteget jövök, megyek, tanítok, egyetemre járok, még most fogok majd diplomázni, hogyha Isten is úgy akarja.
és ugye nagyon-nagyon sokat járunk koncertezni, úgyhogy kicsit megvisel ez, hogy most itthon kell lenni, viszont azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél előbb túl legyünk ezen a nehéz időszakon, és annak érdekében, hogy minél inkább egészségesen ússzuk meg mi is, a családtagjaink, illetve a környezetünk, és nagyon bízom benne, hogy amennyire lehet, de egész Magyarország jól fog kijönni ebből a helyzetből. Muszáj otthon maradni, muszáj megpróbálni kerülni a közösséget, muszáj valamilyen szinten hanyagolni a személyes kapcsolatokat, mert bár lassítani fogja ez a folyamatot, de azt hiszem, hogy az egészség a legfontosabb, és nincs az a koncert, vagy nincs az az elfoglaltság, ami felülírná azt, hogy egészségesek legyünk mi, és a barátaink, a családtagjaink. Alsónyékön híres kislány vagyok én, kinek csók kell, jöjjön ide, adok én. Aki legény akar lenni, nem kell annak megijedni én tőlem. Mert aki legény akar lenni, nem kell annak megijedni én tőlem. Ez a második dallam azért érdekes, meg azt hadd mondjam még el, hogy Bartók Béla születésének 139. évfordulója tegnap volt, és ez a második dallam, ez az Alsónyéken híres kislány vagyok én, ez az ő gyűjtése. Én a szöveget átvariáltam úgy, hogy rám íjjen, nekem való legyen, de egyébként ezt Felső Iregen gyűjtötte Bartók Béla, és ha már tegnap évforduló volt, akkor ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani. Egyébként híres kislány vagy Alsónyéken? Most már. Én azt szoktam mondani, mert páran már feltették ezt a kérdést, de én azt szoktam mindig mondani, hogy pont ugyanaz az alsónyéki lány vagyok, aki voltam 4 évesen, vagy 10 évesen. És pont ugyanúgy járok az utcákon, és pont ugyanúgy szoktam köszönni a néniknek, hogy csókolom, és pont ugyanúgy állok le beszélgetni velük, mert hogy nem az a kérdés, hogy te máshogy akarod élni az életedet, hanem az a kérdés, hogy a sikerek közepette a falu mit szól hozzá. Én azt gondolom, hogy büszkék, viszont pont ugyanúgy tekintenek rám, vagy ránk, hál' Istennek, mint... Te maradtál a Zsuzsi, a Zoli meg a Zoli? Én maradtam a Zsuzsika, a Zoli meg maradt a Zolika. Igen. Én azt vettem észre, hogy amióta otthon vagyunk, most ugye már ez a második hét, amit otthon kell tölteni, olyan emberek is elkezdték hallgatni a felvételeket, meg olyan emberek is kezdtek el egyébként érdeklődni mondjuk a magyar népzene iránt, akik eddig nem feltétlenül vettek részt akár a mi, vagy akár kollégáink koncertjein. És nagyon sajnálom, hogy ilyen áron kell, hogy hallják ezeket a dalokat, hogy itthon kell maradni a járvány miatt. De annak meg nagyon örülök, hogy elkezdtek érdeklődni. Bízom abban, hogy mindenki azt csinálhatja, amit szeret, vagy amihez a jó Istentől tehetséget kapott. És én emiatt nem gondolnám azt, hogy ez annyira különleges dolog lenne, vagy hogy emiatt másként kellene rám, vagy ránk nézni, hiszen mi is azt csináljuk, amit szeretünk, és ami az életünk. És gyakorlatilag ez tesz boldoggá, hogy kiszolgálhatjuk
az embereket, és lehet, hogyha valakinek mondjuk elénekeljük a kedvenc dalát, akkor hetekig arra fog gondolni, és az hetekig jó érzéssel fogja eltölteni, és boldogságot fog neki okozni, és nyilván az számunkra is nagyon-nagyon jó. Jó, akkor énekelek most nektek egy, ha már itthon vagyunk a sárközben, egy sárközit, méghozzá egy alsónyéki gyűjtést. Jó? Jó. Jó. Éret túró, hagyma hártya, rekötje, gazbor rakott, kemön, kemön, kemönce. Aki annál melegszik, szik, szik, szilárom, szik, 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 az soha meg nem öregszik, szik, szik, szilárom, szik, szik, szik. Egy történetet még gyorsan hadd meséljek el. Amikor kint voltunk Amerikában, akkor nem magyarokkal találkoztunk, hanem amerikai emberekkel, és egyik nap volt egy ilyen workshop tulajdonképpen egy középiskolában. Több száz gyerek volt ott, egy tornateremben volt tulajdonképpen a mi kis előadásunk, és az előadást követően volt egy beszélgetés a gyerekekkel, és megkérdezte tőlem az egyik lány, hogy ugye angolul, hogy megmondhatja-e, hogy én miről énekeltem. Persze, nyugodtan. És konkrétan elmondta, hogy én magyarul miről énekeltem, úgy, hogy nem értette a szöveget. És tényleg minden egyes szó, amit mondott, igaz volt, mert valóban arról énekeltem. És akkor mondtam neki, hogy látod, ezért nagyon-nagyon csodás dolog, meg nagyszerű dolog a zene, meg az ének, hogy gyakorlatilag úgy, hogy nem is ismerjük egymást, több ezer kilométer választ minket el egymástól, nincsen közös nyelvünk, és mégis tudod azt, hogy én miről énekeltem. És azt hiszem, hogy a zenének pont ez a lényege, hogy bármi van, segíteni fog, átvészelni, megnyugtatni, és mindenki fogja érteni attól függően, hogy adott esetben milyen, vagy hogy nem egy nyelvet beszélünk. See.